Mit húzigálod a mikrofont? Addig örüljél, még a mikrofonodat húzigálod. Várj, le kell vennem a mizém, hogy hívják. Új dizájn van egyébként, 2020-at írunk, és tekötek december eleje óta szép barna cipővel jár. Igen, de ez nem látszik egyébként, és most ez nagyjából inkább egy ilyen IT-s kockás ingre hasonlít. Kb. Pont, mint egy szaros rendszer. Mint egy programozó vagy valami. Na, kezdjük, 2020, indul! Hoppá! Boldog karácsony, gyerekek! Boldog új évet! Nem, boldog... Új évet még nem, mert hiszen most kezdődik a karácsonyi adás. Ez tulajdonképpen az. Hát szerintem december elején még talán volt egy utolsó, vagy igen, december legvégén. Ne haragudjatok! Sorry mates, most itt vagyunk, teljes mellszélességgel, rettentően sok dolgunk volt, majd meghaltunk. Annyi mondjuk, hogy szólhattunk volna. Tehát elmondhattuk volna, hogy azért nem, mert eszméletlen sok dolgunk volt. Igen, de én nem akartam csak ilyen kis íző belebőfögést, ez pont olyan kellemetlen, hogy így ne haragudjatok, srácok, nem vagytok elég fontosak, hogy ezt csinálják. Nem, egyébként azt történt, hogy tényleg nem tudtunk, egyszerűen fizikálisan nem volt meg. Iszonyatosan, egyszerűen nem volt időnk fizikailag, nem tudom, 3 óránk arra, hogy. Hát nyilván lett volna az alvás terhére, de hát nézzetek már át, már így is alvás hiánya van. Na de most január van, 2020, új év, heti netes, nem tudom mennyi, hanyadik adás? 124. 124. Hát te fogsz vágni, úgyhogy páros kell, hogy legyen. Ennyit tudunk. Párosan majd szép az megírjátok, élet. Hogy hanyadik adás van, vagy lehet, hogy már kiírtuk ide az elére, de kezdjük el, mert most nagyon sok minden anyag nyújt viszont föl. Igen, tudni kell róla, hogy az anyagokat mindent mi gyűjtöttünk, ebben most nincsen tőletek most származó anyag. Viszont, mivel december elejé óta gyűlik, fogalmunk nincs, hogy mit fogunk. Tehát, hogy mi lesz az adásban, nem tudom. Ráadásul előtte egy kis reklám. És mit találtál ki? Mit mondjam, nem így kellett volna, hogy... De hogy? Akkor mondd el, hogy csináljuk, lehet, hogy majd azt használom. Ráadásul egy kis figyelmeteket kérnénk, a mai adás szponzorára kitérnénk, ami nem más, mint a NordVPN. Hanem most nézzetek meg egy 15 másodpercet tőlünk. De mennyivel jobb volt ez most így, hogy tulajdonképpen vicces és jópofa dolgot láttatok? És ilyen rövid volt, nem kellett egy percet beszélni róla, igen. De rájöttünk, hogy ha már itt van ez a csatorna, és ennyire majmok vagyunk, és biztos, hogy sokan már voltatok, és meglátogattatok bennünket, de hát, ha esetleg akartok velünk találkozni, gyertek, foglaljatok időpontot, szóljatok, hogy mi is itt legyünk, mert azért vagyunk itt egy pár ember, akik viszik ezt a kis bizniszt. És azt, hogy mennyire vagyunk egyébként lemaradva az adással, így prezentálnak nektek egy december 6-ai Csukló Tamástól egy képet. Igen, küldte, hogy mindenképpen a karácsonyi adásba okvetlen tegyük bele, nem, ezt én mondtam, hogy ezt okvetlen bele fogom tenni. Hát, amint ő kombinót vezet. Már nem emlékszem, hány hónapig, de írd már lehet, Tamás, hogy mennyi ideig növesztetted a szakálladat csak azért, hogy utána befestettél egy ilyen ótvar. Szóval, hogy a fehérre nagyon való jó festésnek volt. Tudománya van egyébként. Egyébként igen. Mondják az a baj, azt ki kell szökíteni először, az, hogy fehérre tudják. És nagyon nehéz, mert mindig csak ilyen hanvas lesz pont, mint a tiéd, de szerintem egyébként ez valószínűleg csak be van fújva valami. Hóval kellett volna befújni, egy kicsit ilyen kis asztal. Igen, igen. Ugye a nénik a lila hajjal, amit hasítanak a piacról haza. Főleg a vidéki cekkeres nénik. Na, köszönjük egyébként a fotót, rendkívül vicces volt, és valószínűleg ilyenben pompáztál aznap. És várjuk a továbbiakat. Még ott van egy kis rénszhal. Abszolút, hát még az oldalára is ki volt ragasztva meg minden. De ezt nem láttam, ezt a rint. Szarvas, nem. Tamás, majd húsvétkor várjuk a kis festett tojásos képeidet. Meg egy két kis óriás küszifüllel, és a tojásvét kirak, vagy a műszer. Nem akarjuk, nem. Not. Na ez micsoda? Figyelj, ezt én még akkor találtam, tehát mentségemre szóljon, hogy biblió hangulatban voltam, hiszen készültünk a karácsonyra. Aha. Jézus szimulátor. Állítólag nem kamu, állítólag tényleg van ilyen játék. Azóta mondom, hogy ezt felleltem eltett legalább másfél-két hónap, de inkább kettő. Viszont milyen jó a grafikája. És nagyon jól meg van csinálva, tehát gyógyítani lehet, meg áldást, meg bámulatos. Ismertek bennünket, mi nem, semmiképpen nem leköpjük a vallást, de nem mindennel értünk egyet benne, ami ugye fizika, meg érted ilyen dolgok. Jó, hát ez nem kell mindenben hinni. Igen, tehát hogy mi kevésbé hiszünk ilyen dolgokban, de azért ez jó. Ez a tudjátok megint, ezt már szerintem mondtam, hogy a világon 2500 vallás létezik, tehát 2499 módon ateista vagy akkor is, ha egyben hiszel. Tehát igen.
Meg vannak dolgok, amiket egyszerűen nem tudsz megmagyarázni. Én most éppen itt, éppen válásom utolsó cetliét húzom, és közben óriási szerelembe estem, meg minden, ez a szegény töki már, szerintem a töke van tele azzal, hogy én mennyit boldog vagyok. Nem annyira baj, sőt, inkább én nagyon, ha de lényeg boldog, az, hogy olyan furcsa dolgok és együtt, amiket egyszerűen nem tudsz megmagyarázni, és arra én értem, hogy arra kell egy Jézus szimulátor. Tehát, hogy így, igen, most, igen. De az volt az érdekes benne, hogy egészen menjen nyugodtan a következő, csak azt a gondolatot akartam hozzátenni, hogy sikerült úgy hozzányúlni egy ilyen játékhoz, hogy nem lett ízléstelen. Tehát, hogy szerintem a vallásos embereknek is jó pofa, és akik meg nem, azoknak is egy érdekes kis... Tehát ez jobb, nem az egy kecske szimulátor. Ezt akartam, hogy nem egy kecske szimulátor, amin csak röhögni. Tehát ez nem röhögésre való, valószínűleg. Na, ezt szerintem ezt viszont én hoztam. Ezt én nem láttam. De miért van rövid nadrágban, amikor ilyen rohadt hírű? El szeretném igen. mondani, hogy ha egy kicsit zúg a felvétel, akkor azért van. Várja. Mutatom. Mutatom már meg. Itt beraktunk az asztal alá egy hősugárzót, mert a stúdióban olyan durván hideg van. Na igen. Szóval, hogy ott alul fűt, muszáj, hogy jöjjön egy kis meleg levegő. Lehet, és kicsit belehallatszik, de ennyit kibírtok. A mi well-being, az megér ennyit. De szerintem na. Nem, ez egy nagyon jó kis stúdió mikrofon. Mi csinálunk? Erről tulajdonképpen nem akarok túl sok szót vesztegetni, erre én, mert hogy ezt meg kell nagyjából nézni, hogy értsd, hogy mit akar mondani. Ő igazából egy ilyen furcsa csávó, aki nem került be, mert nem volt elég gyors, de gokártozott, nem tudott Forma 1 irányába, és akkor lett újságíró, stb. Hát ilyen, és végül képzeljétek el, hogy sikerült neki valamilyen programba bejutni, ahol egy egyébként... Újságkihordó... Így van, de Forma 1-es autóval. Tehát ez kicsit nehéz belőle kihaigálni, mert... És ezek milyen levedlett versenyautó. Egyébként nagyjából pont ugyanaz a Renault, ami nálunk kint volt. Egy az egybe ugyanaz a Kaszni. És vezethetett Forma 1-es autót. Ezt nem vesztették nekem, ez ő az itt marad veletek 2020-ban is. Így van. És akkor az ilyen gentleman driving, tehát befizetős? Vagy, mert azért ez nem ott szó. Valahogy bekerült, végül nem került neki olyan rettentően sok pénzbe, de hogy tulajdonképpen ez én egyszeri alkalom, amikor tudott vele zúzni, és nagyjából azt reflektálja, amit mi is, hogy mentünk ugye az a GT3-as-szerű autóval, és nem fölötte lévő, hanem vittek sajnos vele, és akkor én azt mondtam, hogy azért az nem egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért el kell tölteni vele egy 50 kört, biztos, mire egy évkézlábat tudsz menni. Tehát nem olyan, hogy én azt gondoltam, hogy az ötödik körnél már 5%-on belül leszek egy rendes pilótához képest, hanem tényleg az sokat kell menni, bocsánat, nagyon sokat kell menni. És itt ugyanez hangzik el, hogy legyakoroltatták vele előre, hogy taposd a féket, nagyon kell nyomni, ízlés, stb. És akkor és több ilyen befizetős ember ment, meg ő, és utána mondták, hogy gratulálunk, te voltál a legjobb a csapatba, féktávon a szükséges fékerő 40%-át tudtad nyomni. Tehát úgy annyira semmi köze nem volt hozzá. Ezekből ki volt az apró ember a Top Gearből? Hammond is mehetett ilyennel, és neki is egy fél napja ráment arra, hogy rá tudja magát annyira tornázni a fékre, hogy közelébe érjen annak a fékerőnek. Egyszerűen nem mered elhinni, hogy a leszorító erő annyit ad még hozzá tapadást, igen, taposni kell. Úgyhogy, hogyha tudtok állni van egy cimborám, aki jásságból származik, és ő mondott ilyen példamondatokat, hogy eladta a cimborája a Volvo-t, pedig az nagyon jó Volvo volt. Jó Volvo volt. A falusi foci meccsen meg azt kiabálták a bírónak, hogy hát nem itt. Na, szóval ez egy nagyon érdekes videó, hogyha van rá időtök, nem, vészes, azt hiszem negyed óra, zúzzátok rája. Nagyon más világ egyébként. Még az évvilág is, tehát még a ekkora nagy aero csomaggal nem rendelkező, de már versenyszintű. Tehát mondjuk a GT-knél már nyilván van aero bőven, de mondjuk nem tudom, a Norbi szintű autók, szinte TCR-ben, szinte semmi köze az igazi autónak a vezetéséhez, az a stílus, ami kell. Igen, igen, és ráadásul meg még bonyolultabb, hogy ugye a hátsó gumiai elhűlnek, az elsők meg szétégnek. Nem kárcol téged a mellékom időként, amikor így hozzád érek, mert rohadt hideg van még mindig. Hát beűrűd, ja. Ez az építős ember hol tart most? Az építős fejezet? Ember, már emlegettük, lehet, hogy emlékeztek rá, ő egy E55, mi volt? Valami szar, mert jobban épített, mindegy. Nagyon jó lett az autó, amit épített,
Amit most látunk, az Laguna Seca elvitte ide, és... És ez az a videó, bocsánat, hogy lelővem a poént, amikor a hang miatt nem mehetett fel? Pontosan. Érdemes megnézni, nagyon-nagyon érdekes volt. Nagyon-nagyon vicces, nem annyira, neki nem volt annyira vicces, gyakorlatilag eltiltották azonnal. A lényeg, nem az hogy... egésztől, csak a pályáról most éppen menjél. Itt vagyunk ugye ez a, azt hiszem ez a négyes kanyar, utáni emelkedő, és itt jobb oldalt fogunk látni, talán meg is áll a videó, de ha nem, akkor majd én megállítom. Ez az egyetlen hely, ahol, ahol a pályán hangnyomást mérnek, és hogyha itt túllépsz egyébként egy elég nagy számot, azt hiszem 95 decibelt, vagy valami ilyesmit, ezzel ami a távolsággal... olyan sok, csak az nem olyan sok. Az emberi főszámára sok. Igen, akkor elsőre kiszólítanak, és hogyha megint, akkor... bukta van, akkor aznapról bukta van. És hogy mi történik, hogy hogyan lehet ezt kiköszöbölni? Na, most megállítottam a videót. Nézzük csak meg azt a Porsét, hogy áll a cső rajta? Arra fele mutat? Ezt úgy hívják, hogy Laguna Pipe. Ez egy ilyen, hogy is hívják, lett egy ilyen fenomenom, és hogy gyakorlatilag az összes autóra csinálnak hátra egy olyan csövet, ami az ellenkizányban néz, mert a másik oldalon nem mérnek hangot sehol a pályán. Nagyon jó, hogy ezt megláttad, mert nekem ez nem tűnt föl, pedig végignéztem a videót, és még régen, és nagyon érdekes volt az, hogy mennyire próbáltak segíteni neki, hogy mondogatták, hogy ezt csináltak, de úgy, hogy a pályabírók is. Igen. Tehát, hogy jöttek, és akkor mondták, hogy mi lenne, és ott mindenképpen öblögessél. Mert az a sztori egyébként, hogy itt, amerre mutatta Bódét a Gramika, ott nem messze elkezdődnek már a házak sajnos. Igen. Nagyon rátelepült a pálya, mindig is itt volt, de a falu följött ide, és az, aki annak idén ide költözött, egyébként a jó édes anyukáját. Jó édes anyját. Mert igen. Hát ő úgy költözött már, hogy itt volt az a pálya, de hát valószínűleg akkor szerda reggel, amikor kijöttek az ingatlanosan megnézni, akkor éppen nem ment senki. És elkezdtek hisztizni, hogy túlhangos, és hát próbálnak itt a Laguna Seca, nyilván nem tudják megszüntetni, mert hogy ez egy tényleg ikonikus része Amerikának. Igen, igen. De hát próbálják valahogy úgy ezt megoldani. De azt nem tudom, hogy amikor komoly autók mennek, akkor arra kis időre feloldják ezt. Ezért vannak itt nagyon durva autók. Fogalmam sincs, hogy mi az hogyan oldják meg. Mondjuk az jogos, hogy egy. Tehát, hogy sorozatok. Hogy mondjuk egy forma autó, vagy bármilyen ilyen együléses, hát azon ugye pipe-ot nem nagyon tudsz rakni. A motort másik irányba állított, hogy arra nézzen ki. Igen, neki is az volt a szívás, ugye, hogy ez egy V8, és gyakorlatilag rakott rá két ilyen fejemnyi turbót, mind a két oldalra egyet, és utána ott van a pipe, így kivezetve csomi. Igen. Tehát az egyik oldala, az biztos, hogy addig azt a négy hengert lehúzza, vagy nem tudom. Igen. Minden esetre ez vicces. De nagyon jól elmondja egyébként, hogy mit összeszívott ezzel a pályával itt. Igen. Te, megy még a hangunk, ezt kiszoktunk néha ide nézni. Van. Ott is van, most ha három helyen nézzük. Hangunk megvan. Le nem erüljön az elem. Ez az egyetlen baj ennek a mikrofonnak, ami egyébként nem probléma, de időnként belenyúlunk valószínűleg rossz elemekbe. És, igen. Hidrogén, meg hélium, meg ezek. Ez mi? Kulbát váj. Rész, konnesz, szerintem én raktam be. Ez megint egy elég hosszú videó, egy negyedórás videó, amit érdemes megnézni. Rossz lábologatás? Hogy tökre nem úgy kell kanyarodni, még az ilyen közepesen profik is tök másképp kanyarodnak, mint kellene. Tehát, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy összeszedi a srác, hogy ő, mint egy ilyen félprofi motoros, miért kap egy körön... Hú, hogy oda néz, hogy broadside ott a kanyarba. Másfél másodpercet. Uh-huh. És hogy az van összeszedve, hogy például itt most azt láttuk, hogy miért öblöget bele a gázba a kanyar közbe. Miért dönti be a kanyar második részén a felső testét is, míg uh-huh. a legtöbben ugye beülnek, már az elején igen, is. Igen, fejön ki belőle. És nem úgy kő. Uh-huh. Egy nagyon tanulságos videó. Nem. Meg hát egyébként ez a Rossi-féle ráemelés, amit nem tudom, egy 5-6 évvel ezelőtt kezdett. Hogy bele a kanyar közepébe belefékezés, mert hogy de csak a hátsó fékkel, hogy az elsőt ugye nem szabad, mert akkor rövid zállat, hosszú tűz, hanem hogy a hátsó az kicsit húzza az elejét be, de nem ágaskodik annyira föl tőle. Tök érdekes. Hát agymenet. Amiket ezek csinálnak, te, hogy ezek tehát ez tényleg a modernkori gladiátor, és annak nyilván a legnagyobb van mondjuk a mentété, amit ott ugyanezt csinálják, csak kőfalaktól centikre, hogy ilyen durva tempókat tudnak menni, meg milyen dőlésszög lett itt az elmúlt 20-25 évben, hogy a gumik meg minden, elképesztő. Egyébként nem tettem le róla, hogy majd megyünk a cimborámékhoz. Láttatok egy alkatrészt talán Instán, ami ide majd jó berakja a csávó, egy ilyen illesztő valami, nem?
Nem. Nem rakod be? Ezeknek, érted? Nem csináltunk műsort nekik fél éve, szerintem pont erre vannak élet. Egyébként nézzétek az Instát, mert időnként nagyon ügyesen szerintem szétszeparáltuk a Facebookot, az Instagramot és a YouTube-ot. Az Instagramon főleg saját magunk életével, meg érdekességekkel való dolgok vannak. Igen, a Facebookon főleg a bárral kapcsolatos életes dolgok, meg ilyen vicces videók, meg egyébek. Nem mondom, hogy olyan rettentően sokat rakunk föl, de az általában valami, tehát azon nincs szponzorát, cuccunk, semmi ilyesmi, nem tényleg valami érdekes. Igen. Na, visszatérve, szóval az egy versenymotornak a ilyen dugattyúillesztő valamilyen volt, egy nagyon precíziós valami. Lelőd a poént, vagy lelőd a poént, akkor el kell mondani. Mit lövök le? Na most le? Berakom, hogy kihez megyünk? Berakom a képet. Nem. Ja, az nem az a lényeg, hogy Görbe Soma, aki egy nagyon ügyes kis versenyzőszke, valószínűleg az ő házatáján. Összesen van 8-9 éves. Igen, fogunk majd körbenézni, mert nagyon jó. Hát ez meg mi a lótüdő? De jól lenne visszaemlékezni erre. Hát, figyelj. Jaj, képzeld el, ez egy ilyen akapella készítő. Akkor aztán már emlékszem. Jól van. Akkor nem emlékszem, mert nem én vagyok hülye, hanem te. Igen. Splitter nevezetű cuccról van szó, és gyakorlatilag arról van a videóban nagy baszó, hogy hogyan készítsél AI segítségével egy akapella, úgynevezett akapella verziót bármilyen nótából, és basszus, hibátlanul ki tudja szedni az alkatrészeket. Akkor szerintem azt mégiscsak ide, mert rémlik, és emlékszem rá. Nem, szerintem lehet, hogy akkor ránéztél, nem? Nem lehet? Nem mindegy, de a lényeg az, hogy ez valami nagyon ügyeske volt. Mert emlékszem rá, egyébként most pont, ha eszembe jutna a neve, valami white paper akármi, egy magyar sász csinálja a csatornát, megkeresem nektek is, ide ki fogom írni és beteszem, vagy le a linkekbe, hiszen a linkek között megtaláljátok, mert a leírásban megtaláljátok a linkeket, és akkor beteszem közé egy sász kifejezetten mesterséges intelligenciával kapcsolatos és számítógépes grafikával és ezzel kapcsolatos dolgokat mutat be, de valami elképesztő dolgokat csinálgat. És berakom ide, mert most találtam pont egy olyat, hogy AI segítségével hogyan tudják a pixel számokat egészen radikális, nem tudom, a 90%-ára csökkenteni. Tehát, hogy az olyan durva grafikák, amelyek óriási mennyiségű valami, mint, hogy 90%-ával. Val. Igen. Tehát, hogy 10%-ára. Kb. Aha. 20 van, egészen nevetséges. Egész egyszerűen ugyanazt a logikát kitalálva, hogy amikor te nézel, akkor ezt a részt nézed, az összes többi, ami a periféria, ott lehet rossz a felbontás. Viszont mivel komputer nézel, igen, ha igen, oda igen, nézel, igen, akkor elvárod, hogy ott legyen valami. Viszont mindegy, hogy mi van ott. És azt a részt az AI tölti ki. És úgy tölti ki az AI, hogy az van ott, amire számítasz. Aha. Meg fogunk dögleni. Tudira, és ez pedig hangban meg eltünteti a gyakorlatilag ugye, minden más. Igen, izolálja csak az énekhangot. Mm. Amit egyébként rengeteg nem tudom, hogy hol lehet megoldani. Igen, nem lehet jól megoldani. És mindig igen, ott van valahol a igen, háttérben. Igen, 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 igen. Főleg azért nagyon különböző, hogy van mint a dob, meg gitár, meg egyebek. Az mi? A szellemírtók, ez biztos, hogy te raktad be, nekem ez semmi közöm. Akkor együtt fogunk most ennek örülni. Valószínűleg tetszett maga az autó. Ez még nem reklám? Ez már van? Nem emlékszem, gyerekek. Tényleg, az olyan régen volt, pedig biztos, hogy jó videó. Biztos, hogy jó. Valami oka van, hogy beraktuk ide. Igen, de akkor ezt tekerjem bele, hogy legalább valami legyen. De hát ez az. Tehát ez már a szellemírtók. Az ökörség. Megvan, ez egy filmajánló, megvan, persze, megvan. Filmajánló. A Sand, igen, csak egyszerűen nem esett le, hogy mit. Tehát, hogy ugye volt szellemírtók 1 és 2, még a régi Denékről, és a többi, aztán csináltak 3-at talán ezzel a szerencsétlen csajossal, igaz, nagyon gagyi volt. Nem mertem megnézni, mert az előzetese is kínos volt megnézni. Kínos volt, és ez a legjobb szó rá egyébként, ez kínos. Megint egy olyan, ami úgy tűnik, hogy jó. Tehát az eredeti szellemiséget, aki a szellemírtókat, azaz Ghostbusters-t bírtam, szerintem a mi generációnk egyértelműen. Persze. Föl, hát húgonokol. Húgonokol. Volt matricám a Amigán, ilyen szellemírtós matrica, meg de ez eszméletlen jó volt abban az időben. Na és hogy ez annak a szellemiségnek sokkal jobban meg... Nem, az elő történet. Tehát a szellemírtók 1-1, az a nulla. Nulladik rész, és az előzetesek alapján nagyon-nagyon jó pofának tűnik. Úgyhogy ez egy város, kifejezetten város, meg egy kicsit utána is olvasgattam, és tetszett. Aha. Summer, az már idén Summer, ami... nem tudom, egy év múlva lesz körülbelül. Ami két adásnyira van, srácok. nem, csak nem. Jaj, hát ez van. Ez meg megint, ez egy Jet Power. Ja, ez a hülye már megint csinált Colin valamit. Colin Firth, borzasztó. Én áruljátok el, hogy lehet, hogy ő még él. Tehát, hogy nem lehet, hogy nem robbant magát még fel. Vagy, igen.
Ez azért elképesztő. Nem dölt mennyi, rá. Vagy... mennyi ideje csinálja, ahhoz képest tényleg elképesztő. És annyira jó egyébként időnként ezt látni, hogy a Star Wars-os mindenféleket ez látszik, ez egy szponzorált sorozat, tehát ő engedték neki azt, hogy tessék öreg, találj ki valamit, mi Star Wars végre megy, és végre lehet valami olyasmit csinálni, ami jó is, és nem csak az van, hogy egyéb még hamburgert, mert a donuts jó. Igen. És ez végre engedik dolgozni a srácot, és akkora hülyeségeket csinált, itt pont volt belőle pár képkocka, hogy csinált azt az óriás TIE Fightert a kert hátában, Igen. egy AT-AT lepegetőt oda szintén. Talán a TIE Fightert kivitték végül mezőre, mert már nem fért el, vagy az AT-t, nem emlékszem, de szóval olyan hülyeségeket csinál. Na, megépítette ugye a űrsiklót, ez volt a homok. Ez a homo... homoksikló? Homokfutó? Homoksikló? Homoksikló? Jó, és segítsetek, kérlek szépen, írjátok meg kommentben. Na, de hogy ugye ezt alapvetően látszik, hogy kerekekre csinálta. Igen. Tehát hogy ilyen szempontból nem egy nagy történet, de ez, azért ez mégiscsak egy ilyen alkotói bátorság kell hozzá, épp a szarba bemerjévülni, nem? De... Én már többire is néztem. Most ami nagyon durva volt, csinált ilyen halálkereke, láttad? Ilyen igen, óriás nagy traktorgumikat, valami sportmotorból szerkesztett egy állványt, és akkor csőgáz, megpörgették, mint az állat, szaladjál, és akkor odállt az autó tetejére, hogy majd az így jön, az a kerék. Valami kis teherautót odaálltatok, és akkor ő mellé állt meg fölé, hogy majd... Hogy... Nem tudom, hogy ezek már a harmadik, negyedik felvételek, és nagyon óvatosan elpróbáltak előtte minden, de ha igen, akkor is nagyon ügyesen csinálja. Igen. Na, és egyébként sugárhajtómű van benne, tehát igen, azt hajtja, igen. csak kerekeken gurul, igen. Elképesztő, teljesen hülye a csávó. Én azt hittem elején, hogy megcsinálta azt, hogy azért lefele is, ugye, mint légpárnás, fúj az a sugárhajtómű, és hátra is berakott. Aha, de igen. Végül kerekek lettek csak. Olyan légpárnás van, vagy ez, vagy az létezik, ugye nem. Remélem vagy ezt te vagy, mert fogalmam nincs, mit igen, látunk. Igen, itt egy, ennyi, egy majomszer. Nem, ezt én raktam be. Szóval, hogy nyilván valamilyen csak be van idomítva, és nem nagyon csinál semmit, de ez időnként a csavarokhoz így hozzányúl, és úgy elgondolkoztam, hogy vajon a gravikához képest mekkora kókány lehet a majom, és arra jutottam, hogy pariba vannak szerintem. Hát, hogy anyát akartad mondani. Most sípolhat, most vehetek le a hangtárba, vehetem elő a pii hangot. Olyan cuki. Most egyébként büszke vagyok rá, mert rengeteg baj volt a... fanatek kormányokkal. Minden készen van. Egy valamivel, semmi baj a fanatek kormányokkal, az a fajta strapa, amit mi kitesszük, egy bizonyos valami látszik, hogy ez egy sorozatosan meg valószínű, hogy ennyi volt, amit bír. Tehát, hogy most látszik, hogy mindegyik ugyanaz az egy műanyag alkatrészről van szó. Most már mindéket kicseréltük, mindig pöpet. Igen, és ennyi, most már tudjuk, hogy preventíve két évenként ki kell cserélni, és kész. De gyakorlatilag decembert végszereltük. És azért ne feledjük el, hogy ez tényleg több 100 000 kilométer van azokban a kormányokban. Hát azért még nincs, de annak viszont minden más mechanikus része meg tök jó. Úgy értem, hogy... Én arra gondoltam, hogy ezt a majmot meghívhatnánk ideiként, csinálhatnánk a kormányokat, de amit most már kitaláltunk rá munkamódszert, azt már majom is megcsinálja. Amint látható. Amint a melléket ábra is mutassa, mennyi percünk van, még 7. Akkor áll is meg, és indítsuk újra, mert még vagyunk azért itt egy ideig, nem? Én szerintem most egy egész hosszú műsort fogtok látni. Igen. Hát ez volt a cél egyébként, mert igen. Kifossuk magunkból a anyagokat. Na akkor azt jelenti, hogy mindjárt jövünk. 1, 2, 3, most már itt vagyunk. Mondtam, hogy itt vagyunk. 2020? Itt ez mi ez? Képzeld el, hogy ez egy Pazio tűzi játék. De ez Shanghai. Shanghai. Ez két dudorból annyira meg lehet. Igen. Újfajta tűzi játék. Ez nem tűz. Ó. Csak játék. Ó. Ez mi ez? Hát képzeld el, hogy rengeteg drón, és ők betanították arra, hogy ti csináljátok nekünk tűzi játékot tűz nélkül, és akkor így paktognak, meg így, ezek itt drónok. Már pedig ez lehetetlen. És ezt akkor így, ennyi? Valami 2000 drón. És akkor szaladnak az égen. Szóval ez olyan, amire így azt mondtam, hogy tulajdonképpen igen. Tehát ez nekem így... Ez így... Visszaszámlálás. 5, 3, 2, 1... Bú! De hogy nem merültek le? Vagy hát mit tudom én. 15 percet bírnak föl. Igen. Mert ezért hideg van ilyen. Meg lehet az, hogy van mondjuk 4000, és akkor cserélnek a felénél. Nem olyan nagy puki. Meg tulajdonképpen utána ez betojás. Így átgondolva tulajdonképpen ez, hogyha több ember neki áll, nem olyan sok meló azt megcsinálja. Vagy tudod, lent állnak a kis távirányítójukat. Igen, egy is jövök. 2 recektetés, jobbra 3 föl, 2, 1, jobbra 3 föl. Jaj, ne felejtsem, mire odaérek.
Úgy végül is szintén, jó jelz. Szintén én találtam, ez csak megint ilyen, hogy a... És ez micsoda? Hát, hogy a kis firefighterek, ugye most elkezdtünk csinálni sorozatot, most szegénykét itt már nagyon, hogy mondjam, nem elég lelkes, legyetek kedvesek, még 8000-en megnéz ezt a két videót, mert... Melyiket? A két firefighteres. Ja, aha, pedig de jók ezek a másodikat nem tudtam megcsinálni, elkezdtem megcsinálni, srácok, de annyira bonyult. Úgyhogy már 8 kamera van kín, meg mit... De nagyon jól éreztük magunkat, és hogy abban a felszerelésben, aminek a töredéke volt rajtunk, már abban alig lehetett levegőt kapni, lépni, gumicsizma, mik, és minden, és ahhoz képest még föl. Mármint, hogy ipari bakancs, de tényleg rohadt nehéz volt minden. Tehát, ja, igen, és meleg volt, tehát pedig már 20-25 fok volt kint, és azt hittük, hogy meghalunk. Szóval ezzel a felszereléssel azon a létrafokon átmegy a csávó. Tehát, hogy miközben beszéltünk, át is kell tudni jutni. Most át tud jutni. És őszintén szóval azon gondolkoztam, hogy én nem vagyok egy nagyon klausztrofób, barlangáztam még üde lányka koromban. Én is, de azért biztos, hogy be azért tudnék ott volt egy-kettő olyan, amire úgy éreztem, hogy azt azért most így már nem biztos, hogy épp elmével, tehát hogy lehet, hogy fizikailag be tudsz menni, de volt olyan hely, ahol 3 métert kell, azt hiszem a Szemlőhegyi barlangban van az egy rész, fölfele 3 métert kell fölmenned úgy, hogy van az első egyik kéz fönt, a másik kéz lent, mert nem fér el a két kéz egyszerre fönt, ezzel tolod magad centinként, ezzel húzod magad. De úgy egyébként, hogy ebből van egy olyan, amiben 3 métert kell fölmenni ahhoz, hogy a két járatot összeköst, de egyébként van belőle 30. Aha. Tehát, hogy lefelé is, meg fölfelé is van még 8-8 méter belőle. Ott azért komolyan egyszerűen para az, hogy nem tudsz megmozdulni. Igen. Hogy nem tudsz seki sebe, kénytelen semmi. Vagy menni előre. Igen. És detófot van megcsinálja. Nagyon durva. És hát nem tudom, melyikkor egy létre fog, 40x40 centi lett az a luk. Hát még talán kisebb. Para. Para is, meg gondolod el ezt, ugyanezt megcsinálni, hogy nyilván nem minden tűzben van ilyen feladat, de hát azért van. Abban igen, nem. Meg igyekezzünk, meg élet múlik rajta, hogy te mennyi időt jutsz ott át. Igen. És egyébként nem volt sok idő, mert itt dumáltunk, de és látszik, hogy komótosan szépen lassan csinálja, hogy... Igen. Hát gondolom, ez egy gyakorlat. Gyerekek, ez na, most tessék koncentrálni. Ez nagyon-nagyon durva. Szerintem ezt tegyük ki majd ezenek, képernyőképnek, vagy valami hasonlót, vagy nézőképnek. Én elkezdtem nézni az írt, azaz az Irishment, vagy olvas, mi? Hogy, én végignéztem. Én még nem, mert nem 3,5 órát, tehát egyszerűen még nem találtam 3,5 órát az életemben, de meg fogom nézni. De megnéztem az első fél igen, órát. Mondták, hogy Leonardo DiCaprio beült a vetítésére a 20 éves barátnőjével, és nyugdíjba ment, mire kijött. Szóval, hogy a... Ahogy elkezdtem nézni, és ugye már ott megyünk, jövünk mindenféle korok között. Tehát, hogy ugye, igen, ilyen csomó visszaemlékezés, meg egyebek van benne. És ugye ott van a három nagy, Al Pacino, Robert De Niro és Joe Pesci. Akik, hát már öreg emberek. Én azt néztem, Al Pacino áprilisban 80 éves lesz. 80 éves. És egyébként a Pesci úron látszott a leginkább. Egyébként már igen. Ő nagyon megöregedett. Oda van. És talán az egyébként a Robert De Niron látszik legkevésbé nekem. Mm? Igen, igen. Szóval vissza kellett őket vinni legalább 30-40 éves fiatalitásba, és nem esett le, hogy fiatalt nézek sokszor, meg időst. Össze-vissza mentünk az időben. És egyszer csak ráakadtam erre a videóra, ami elmagyarázza, egyébként a Netflixnek egy saját, ugye maga a film is egy saját gyártású cucca, ami elmagyarázza azt, hogy miket csináltak. És ledöbbentem leginkább azért, hogy 2019-ben már itt tart az AI, hogy egy ekkora szintű mozifilmet, ami 100 milliós költségvetésű, mernek használni. Ugyanis az összes arcvisszafiatalítás az ugyanazzal a módszerrel működik, mint amit hát itt láttunk, mutattunk már Bíjésnek nektek egy csomót, ahol ilyen... Igen, és hogy ebben az volt a nagy puki, hogy nem azt próbálták meg, hogy csinálnak egy 3D modellt erről az emberről, és valaki más eljátsza, és a kis pöttyök a fején, mert az úgy kényelmetlen, hanem valóban simán felvették velük ezeket a jeleneteket, és gyakorlatilag a rig volt olyan speciálisan előkészítve, amiről mindjárt fogunk is látni, hogy gyakorlatilag azt csinálták, hogy ugyan több szögből vették föl, de a szögek javarésze, a két oldalsó nézete, az infrakamera volt. És ezáltal ugye kiszűrték a árnyékokat. Az árnyékokat. Na itt látjuk a riget. Tehát ugye egy kis durva. Egyszerű, mennyi vissza? Hogy itt ez még üresen, tehát itt még most pakolják bele a cuccot majd, hogy milyen szinten bonyolult ez, Jézus atyám. Ez most üresen tehát, van, hogy... oda mennek be a kamerák a lukakba, de egy nagyon jó videó azért, akit tud angolul, muszáj, tanuljatok meg, hogyha nem, mert ez a videó érdemes. Tehát, hogy tök jól elmagyarázó és megérteti veled azt, hogy az árnyékoknak, és ez az, ami egyébként a legtöbb ilyen 3D meg elrontott renderfilmben
ott érzed, amit nem látsz, de érzed, hogy valami nem, nem igen, jó. Mert egyszerűen a tónusok megváltoznak más, igen, tőle. Igen, az emberi bőr tónus annyira defaultból tudod, hogy az mit várjál a szemeddel, hogy az, az hiányzik ott. Ezt nézzétek meg, ez például egy kellék, amivel gyakorlatilag szerintem a mélységet be lehet állítani. Tehát, hogy ez mint egy csapó, vagy nem is, mint egy színkártya a fotózásnál, ez kb. Ugyanúgy működhet. És figyú, hogy így el tudod képzelni, hogy igen. Ez így egy kamerának a kis nehéz dolga lehet egyébként, hogy már nem az, vagy van egy kis objektív, és egy ember szaladgál valahol vele, amiben bele kell nézni, néha nem szabad belenézni, sőt, hanem hogy eszméletlen dolgok vannak. Nekem azt tetszett a legjobban belőle, ahogy elmagyarázták, hogy a mimika. És nem az volt a lényeg, hogy ezt láttuk már rengetegszer, hogy mindenféle pöttyöket tettek, és akkor beöltötted a színész, igen, vagy valaki vág. Mást, mert tehát, hogy az nem is kell az ott színész, hanem hát, itt, ugye, itt viszont az kell. Izmok hogyan vonulnak. De nem ez volt itt a lényeg, hanem az, hogy a különböző arckifejezésből egy másik arckifejezésbe hogy megy át. Tehát amikor ütletted a szaladat, és abból egy ilyen csodálkozás van, akkor ez a mozdulat átmegy abba a mozdulatba, és az más, mint hogyha ez visszament volna neutrálisba, és az fölment volna abba. Abszolút, és eszméletlen, hogy azt mondta, hogy órákat ültették szerencsétleneket, és le volt nekik írva, hogy milyen mozgásból, arckifejezésből kellett másikba átmenni. És ugye ott volt egy ember, aki nem tudom, supervisor, akármi volt a titulusa kiírva, és szerencsétlennek az volt a feladata tulajdonképpen, hogy ezt heteken, hónapokon keresztül képkockánként egyesével kimásolgatni, fölrakni. Hogy az összes régi filmükből, ugye úgy működik maga a technológia, hogy a régi filmekből, a régi felvételekből amit csak lehet kivenni, és akkor azokat az régi fiatal arckifejezéseket fogják tudni majd erre. Igen. Hogy ez mekkora óriás pepes. És tudod mi a durva, hogy ezt szerintem bevezetni abba a struktúrába, ami már amúgy is marha nehézé tesz egy bármilyen ilyennek a létrehozását. Hogy mondok egy példát, hogy most ment a Vaják, a The Witcher, az is egy Netflixes sorozat, és ott például rengeteg magyar helyszín van, és itt ilyenkor döbbentem rá, hogy forgathatják ezt, hogy a Tatai barlang, kardoznak bent, mert jaj, a sárkánynak a tojását meg kell védeni, és az egyik meglöki a másikat, az így kimegy így hátra hőköl ki a barlangból, utána ugrik a csávó, és ugyanígy kardoznak tovább, csak az már reuniónon van forgatva. Aha. És akkor tudod így, hogy mindenre oda kell figyelni, az öltözékére, tehát éppen aktuális állapotára, hol volt koszos, itt a még igen. Ilyesmi. Amit újra fel kell ugyanúgy, pont ugyanúgy fel kell rakni reuniónon, amit itt tatai turul alatt a barlangba. Meg hogy a másik, hogy mennyire őrület, hogy egy ilyen film, amire egyszer nem gondolnál tulajdonképpen, hogy egyetlen bármi ilyen render vagy ilyesmi kéne. Igen, hozzá. Igen, mert ugye ez egy sima kosztumis film. És ma már mindenben ott van, és nagyon igen. Sokszor lehet látni, hogy egy reklámot, meg egyebeket, most már mindent Greenbox előtt vesznek föl, és utólag tesznek oda eszméletlen mennyiségű plusz információt. Nagyon, nagyon jó. Hogyha van egy kis időtök, nézzetek rá, egyébként ebben most a Netflix szerintem nagyon belehúzott volt a Két pápa című. Ez is nagyon jó film, nézzétek ilyen meg. Jó film, nagyon tetszett. És dögunalmas, semmiről nem szól, de így de ugyanakkor végig. Így, meg szerintem vicces is, amikor mondtam Ákosnak, hogy szerintem rohadt vicces, de tele volt tök jó gegekkel, hogy csodálkozott, de szerintem tényleg volt. Nem, tök jó volt. És én mondtam, hogy nézd meg, mert engem is oda... Képzeld, hogy erről is van egy ilyen VFX lebontás, hogy mi, hogy... Mert az is egy ilyen sima kosztumis film, hát semmi köze nem volt az egész. Kiváló színész, meg ezeket is kiváló volt. Csinálják. Tényleg nagyon jó volt. Ez az, ami meg. Miatt szerintem egyébként nagyon sokan mondják, hogy hát már nem is lesz szükség színészekre. Jó, oké, de hát akkor ki lesz az, aki kiváló? Tehát majd a VFX artist majd renderel magának egy valamilyen kinézetű, valamilyen logikájú, valamilyen beszédű, vagy valamilyen hangtónusú. Igen. Valószínűleg máshova. Na, gördüljünk tovább, de mert... sokat beszéltünk erről. Ez a másik, két videót fogok betenni a leírásba. Mind a kettő erről szól egyébként. Csak nézzétek meg majd. Kicsit más mind a kettő. De döbbenetes. Az egyik az tényleg a Netflix sajátja, hogy készült, a másik pedig valaki megpróbálja ugyanezt megcsinálni a saját ilyen ingyenes megoldásaival, és felületesen nézve azt mondod, hogy hú, milyen marha jó, mi a francnak költöttek el azok. Inkább azt, hogy egy kis költségvetésű filmhez képest, tehát hogyha tényleg nincsen rá óriási, egy ilyen indie filmhez tökéletesen jól működhet ez is. Vagy mondjuk egy kampány, egy választásokkor a kamúra, ahol egy megkorában nézel valamit, tökéletes. És akkor szintén pont, ugyanerre a vonalra fel. Pont ezért húztam ide egyszerűen. Control Shift Face. Sikítottam a röhögést, a gyerekek, ez a
Home Stallone, az a Home Alone-nak a Stallone-ás változata. Hogy nézel? Stallone-ás változata. És közben nagyon ott van egy kicsi borosta, de csak egy kicsi borosta, és ahogy... Nagyon fantasztikusan durva. Jó. Nagyon durva. És nagyon, most már egyre jobbak egyébként mind amatőr a srác, aki ezt csinálja, hogy most már a különböző, amikor belenyúl az arcában, ott is nagyon sokszor ügyesen van megcsinálva, és már nem látszódik annyira, mint egy pár hónapja néztünk még. Igen, lehet, hogy ez azért nem egy Hollywood grade, de az képest kiváló, nagyon jó. Nagyon tetszik. Nézzétek meg, tudjátok, nem tudunk sokat bemutatni itt, mert a YouTube állandóan csesztett minket miatt, úgyhogy én megnyisnyomom az Escape-et. Léci, de ezt nézzétek meg. Nézzétek. Ez egy szösszenet egyébként, mert 7 perc, de azért ebben a 7 percben baromi sok munka van. Nagyon sok, nagyon sok. Tehát tényleg azt, hogy ezt így otthon. Na, ez leszem biztos, hogy te vagy, mert ilyet én még nem láttam. Sajnos ne haragudjatok, ezt hogy is hívják, ez egy kicsit kevésbé vicces téma, ez már megint a éghajlat. Jaj. Hogy de hát ha bicikli, nem biciklivel jár a karácsony, akkor onnantól az kövel, már nagyon nagy baj. Akkor az már, hogy változás. Is hívják, az már akkor már az egész riadónak sem értem, és különben se szólnak a szirénák. Miféle riadó, ahol nem szólnak a szirénák? Hol van már egy rendes smog riadó, hogy ne tudjunk autóval járni, amíg szöttel, ami 20 éves autó? Igen, meg van nekünk a másik dízel, tehát az még annyira se jöhet. Választhatsz, hogy melyik ujjad, szakítsd le azonnal. Na, jó. Szóval az a lényeg, és látszok, hogy van egy nagyon durva gáz, a metán, ami 15-ször erősebb üvegházhatású gáz egyébként, mint a széndioxid. Igen, ha akarod, csinálok, mi, megmutatom neked én is. Hiszük mi, de az a probléma, hogy a metán az nagyon sok mindenben van. Tehát például ott van a földgáz, amiről nem tudom, tudjátok-e, de nagyjából a Magyarország teljes földgáz felhasználásának a 15-szörösét égetik el fáklyázás útján. Amikor mész el az olajfinomító előtt, és ott ég a lámpa, az már egyel arrébb van, de ahol kitermelik az olajkitermelésnek, szinte állandó mellékterméke az, hogy jön gáz, ami ott helyileg kicsi mennyiség ahhoz, hogy begyűjtsék, meg történjen vele bármi, hogy liquefied gáz legyen belőle, amit aztán elvisznek vasúti kocsin, vagy mit tudom, szóval az a lényeg, hogy nagyon sok. Szóval, hogy ezeket nem gyűjtik be, hanem elégetik. És mondom, Magyarország teljes éves gáz felhasználásának a 15-szörösét per év elégetik, mert lusták begyűjteni. Olyan kicsi, nem éri meg. Na, viszont mi történne, ha nem égetjük el, mert akkor nem széndioxid lenne belőle, hanem simán metán, még sokkal rosszabb. Na, ennek járt utána egy kicsit a New York Times, és itt gyakorlatilag egy ilyen interaktív szájton megnézhetjük, hogy hogyan ömlik ki egy csomó helyről a metán, ami nem látszik. Tehát ez az a probléma, hogy ez elillan, és gyakorlatilag senki nem bünteti, és hogy ez államilag nincsen szabályozva. Itt például látjuk, hát, hogy ez egy kis épületecske, amivel száll fel valami gőzöcske. Mm-hmm. Neki. Au! Puff neki. Hőkamerával megcsináltam? Hőkamerával, igen. Szóval, és ebből van egy jó néhány, és hogy ennek utána kéne járjunk már megint csak. Itt nem látszik semmi gyakorlatilag, pontosan. Így néz ki az épület. Jaj! Az az őrület egyébként nem csak ennél, hanem minden másnál, hogy itt vagyunk mi, akik tényleg amennyire lehet azért próbálkozunk, tényleg biciklivel járunk, rollerezünk, valamelyes próbálunk odafigyelni, műanyagot nem dobom el, de hogy közben van egy csomó gyár, igazgató, tulajdonos, koncern és a többi bordja, meg egyebek, akik ennyivel elintézik, hogy ne szarok rá, majd más valaki. Igen, és azért itt a lépték. Igen, tehát hogy ebből kevés van, de hát óriás léptékű. Tehát... Nyilván ezt nem azt mondom, hogy ne menjetek biciklivel, ti is tegyetek meg azt, amit kell, és lehet. Igen, meg ha más nem, akkor tudom, hogy az édes kevés lesz, amikor majd eljön az a nap, aminek nem szeretnék, ilyen, hogy eljöjjön. Ilyen meleg az ott? De, de az embernek azért mégiscsak a, hogy is mondjam, a lelki ismerete. Válaszolnál már végre a kérdéseimre, amit föltettem neked? Nem, ha nem vagyok hajlandó meghallani sem, mert fogalmam nincs, hát nyilvánvalóan. De hát, így első elnézés ez ott... Igen, de én nem is ezzel aggaszt igazából, hanem ez a másik. Tehát, hogy ez így... Ez itt a pokol maga. Nem? Igen, miközben a följel lapozod, akkor ez egy kis állatlan, egy kis semmi, házikó. Egy ilyen kis házikócska, egy ilyen shed. Na jó, oké. Hát nézzétek meg, viszont ennél szerintem már mégiscsak egy kicsit vidámabban záruljon már ez a történet. Azóta hál' Istennek megjelent a Total Car-on, úgyhogy ezzel nem leszek már nagyon-nagyon újszerű. És de... majd frissen érkezők mondják el még nekünk, igen, megint, hogy mi vagyunk az utolsók. Már megint csak a izért másoljátok, a nem tudom micsoda. Na szóval, hogy ez egy Lada.
És én összor azt hittem, hogy nem tudom, beleesett egy aknába, vagy valami ilyesmiről lesz szó. Konkrétan azért... nekem is úgy tűnt, hogy gyakorlatilag, hogy van, hogy ez tolja a betont, vagy nem is értettem, hogy mit akarnak ezzel. Hát ez félelmetesen jó. Hát ez fantasztikus. Hát ezek az oroszok néha mégiscsak profik. Tehát, hogy ez, igen, azért ezt, pláne, hogy egy nívát látunk közben, tehát hogy ez így azzal egy extrém, pedig meg lehetett volna egy lentkúzerrel is csinálni, de ezzel mondjuk ezért ez. Ez a nyíva, az nyíva. Dekkora. Hát srácok, ennyi. Ezt akartam mondani. Itt a vége, mondani. Fussatok elvéle. Szerintem lehet, hogy talán nem tudjuk pontosan, de jövünk egy hét múlva. Vissza kell jöjjünk ebbe a kis kerékvágásba, de itt igyekszünk, minden lesznek okay. Rendes videók is. Kicsit föl kell pörögnünk, nagyon-nagyon sok feladat volt itt, és úrrá lettünk rajtuk, úgyhogy továbbra is veletek itt. Jövő. És még egy nagyon fontos bejelentés valóban van, hogy jó étvágyat kívánok, mert mi is megyünk enni, mert rohadt éhes lettem. Vagyunk, igen. És a reklámért meg, hogyha esetleg úgy gondoltátok, hogy szerintetek az nem helyén való a saját magunkat hírni, akkor írjatok meg kommentbe, kíváncsiak vagyok rá. Csapjatok szájon minket, és gyertek akkor jövő héten is, ahogy mi is. Sziasztok! Sziasztok! Hájpa!